A nevem Florian Uherek, gazdálkodó és bérvállalkozó vagyok. Gazdaságunkban mintegy 400 hektáron gazdálkodunk, ahol a talajminőség átlagosan 80 talajpont és évente körülbelül 400-450 liter csapadék hullik. Vállalkozásunkban rizstermesztésre szakosodtunk, a vetéstől a betakarításon át a forgalmazásig a teljes folyamatot kézben tartjuk. Vetésforgónk legfőbb növényei a napraforgó, a kukorica, a szója és a repce. Különösen a szójabab esetében nagy mennyiségű vetőmagra van szükségünk, körülbelül 100-150 kg-ra hektáronként. A megfelelő teljesítmény érdekében a Horst Maestro SV központi tartályos vetőgép mellett döntöttünk. Az 50/50 arányú vetőmag per műtrágya változatot választottuk. Általában kukoricához. Jobb lenne a 4000 liter műtrágya és 2000 liter vetőmag felosztás, de mivel a gép tényleg főleg szójababbal dolgozik, sok vetőmagra van szükségünk. A szójabab esetében körülbelül 20 hektárra elég a tartályméret. Ez elég szép, elég sok. A napraforgónál pedig, ha a tartály teljesen tele van, akkor 3-4 napig is tudunk menni, tehát amire kiürül, az időbe telik. A szóját egyértelműen big pack-ekkel töltjük, a kukoricát is, ha lehet. A napraforgót, most már a kukoricát és a repcét is zsákokból töltjük be, de általában nem óriási mennyiségben, tulajdonképpen naponta egyszer, és akkor sokáig lehet a géppel dolgozni. Igen, a terület teljesítmény a növény fajtájától függ. A kukoricánál 10 és 12 km/órás sebességgel tudunk haladni. Így körülbelül óránként 8 hektárt érünk el. Természetesen a fordulókat meg mindent belevéve egy kicsit nagyobb a terület. A többi növénykultúránál 8 és 10 km/óra közötti a munkasebesség, a vetőmag minőségétől és a talajminőségtől függően. Az óránkénti 6 hektár terület teljesítmény pedig nagyon is elfogadható. Egy 939-es fent húzza a gépet, ami valóban túl nagy hozzá. Szolgáltatóként azonban számos régióban vagyunk úton, Gerától egészen Északhélig, vagy Nordhausenben a Harz-hegységben, és ott a szélsőségesen meredek lejtőkön kell az a 400 lóerő. És végül a kezelése is nagyon egyszerű. Miután az ember kiválasztotta a megfelelő vetőtárcsát, a teljes műveletet a monitorról lehet irányítani, a hidraulikus nyomás és így a ventilátor teszi a dolgát. Ez nagyon egyszerű a gép kezelője számára, és abszolút megnöveli a terület teljesítményt. A vetőmag lehelyezés pontossága is jó. És úgy általában a gép is nagyon jól hozzáférhető, ami szintén fontos döntési szempont volt számunkra a Horst Maestro esetében. Az Autoforce rendszert használjuk a területek 80%-ánál, mert ezeket a területeket nem mi magunk készítjük elő, mindig más és más körülmény vár ránk, és soha nem tudjuk, hogy hol fogunk dolgozni. Ez a Horst Maestro óriási előnye. A lehelyezés pontossága nagyon-nagyon jó, legyen szó bármilyen körülményről. Évente körülbelül 400 hektár direktvetést végzünk a géppel, természetesen Autoforce nélkül, többnyire teljes csoroszlya nyomással. De mind az itteni területeken és általában a legtöbben csak Autoforce-szal dolgozunk, és így rendkívül egyenletes a